Hol volt, hol nem, két házikó, egyikben szép kert s napelem, másik felett felhők gyűltek, és villámló veszedelem. Nézd az ajtót, jön pazarka, megnézi szépe a kertje. A nagy felhő fölé repül, s még borúsabb lesz a kedve. Egy szál virág nő a kertben, hiába is próbálkozom. Egyedül van, le is konyul. Ő is, én is szomorkodom. Át is megyek takarkához, neki takaros a kertje. Megkérdezem, hogy csinálja, s az én kertemet mi lelte. Pazarka, ne légy szomorú, jó ide, jó ötletem támadt. Van sok takarékos fogás, neked is tanítok várat. Megérkeztek pazarkához. Takarkát rázza a hideg. Jó, én mindjárt megfagyok itt. Hűt a klíma, de ugyan minek? Ennye bejnye, inkább állíts távkapcsolóval így át. Ne pazarolj, ne használd feleslegesen a klímát. Mennyi lámpa ég itt nappal, a redőnyt pedig lehúzod. Engedd, hogy a nap adjon fényt, s a számlát olcsóbb megúszod. Pazarkának van ötlete. Vigyázz, megéghet a kezed. Kapcsold le a villanyt előbb, így az égőt kiveheted. Takarka pazarkára nézett, varázsolt egyet, és így szólt, ne pazarolj, használj energiatakarékos izzót. Kicserélem az összeset, és nem hiába fáradok, ez az izzó nem fogyaszt, tán csak fele annyi áramot. Mi ez a zaj? Még villog is, mi akar ez lenni? Egy tévé megy a sarokban, és nem is nézi senki? Nem szívesen bámulom az üres képernyő fényét. Ne pazarolj, ha nem nézed, kapcsold ki a tévét. Lássuk csak, mi van még itt, vegyünk szépen minden sorra. Laptop töltő, CD játszó bedugva a konnektorba. Kapcsold ki, vagy húzd ki mindet? Jobb, ha ezt tőlem tudod. A konnektorban maradt töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nem használod. Ne hallgasd a villanyórát túl gyorsan pörgő zaját, a készülékek készenléti állapotban is használnak energiát. Ígyni, szép munkát végeztünk, ehely takarékos mától, s ne feledd, kapcsold le a villanyt, ha kimész a szobából. Mennyi kacat, tűnjetek el! Minek ennyi kütyű neked? Ne használj feleslegesen elektromos berendezéseket! Kicsi edény, nagy főzőlap, pazarka, hát nem jó ez így! A nagy főzőlap többet fogyaszt, de a kicsi épp úgy melegít. Tedd át a kis főzőlapra, s jó jegyezd meg, ez a lényeg. Akkora főzőlapon főz, amekkora az edényed. Pazarka, ez így túl hideg, megfagyasztod az üdítőt. Állítsd egy-két fokozattal lejjebb a hűtőt. Mit látok itt? Össze-vissza mindenféle maradékot. Pazarka, gyűjts szelektíven a háztartási hulladékot.
nézzünk a fürdőszobába. Látom, most mosnád a fogad, de közben vizet folyatni, pazarló, ezt sosem szabad. Nem helyes, ha kényelemből a csapot nyitva hagyod. Pazarka, amíg mosod a fogad, zárd el a vízcsapot. Kádban fürdés helyett bizony sokkal jobb mód is akad. Nagyon sok vizet fogyasztasz egyetlen egy fürdés alatt. Fogadd meg inkább a tanácsomat, így takarékosabbá válsz. Inkább zuhanyozz, azzal kevesebb vizet használsz. Sok mosógép már nem csak mos, a ruhát meg is szárítja, de ha takarékoskodnál, inkább teregess a napra. Jó tanácsok hatására elvonult a borús idő, ekkor jött a két kis manó Pazarka házából elő. Elbúcsúznak, süt már a nap, mehet mindenki merre lát. Pazarka meglátogatta egyetlen kis virágszálát. Becses kincse kivirágzott, ahogy az idő derűs lett. Derűs lett hát Pazarka is. Milyen szép így az élet. Takarka, nagyon köszönöm a sok remek jó tanácsot. Szívesen, remélem mindet egytől egyig megfogadod. A felhő is visszatért, de most már csupa jó szándékkal öntözte Pazarka kertjét, s az tele lett virágokkal. Ne használd feleslegesen a klímát! Használj energiatakarékos izzót! Ha nem nézed, kapcsold ki a tévét! A konnektorban maradt töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nem használod. A készülékek készenléti állapotban is használnak energiát. Kapcsold le a villanyt, ha kimész a szobából. Ne használj feleslegesen elektromos berendezéseket. Akkora főzőlapon főzz, amekkora az edényed. Állítsd 1-2 fokozattal lejjebb a hűtőt. Gyűjts szelektíven a háztartási hulladékot. Amíg mosod a fogad, zárd el a vízcsapot. Inkább zuhanyozz, azzal kevesebb vizet használsz. Teregess a napra!